szakembert, bírót, tehát említetted az első találkozáson, hogy számtalan dologgal foglalkozol, mégis köszönjük szépen, hogy erre is időt szántál. Te ugye járod a világot így a hivatásodból adódóan, bíráskodsz ugye a régiónál. Hogyan látod, van különbség a mondjuk a külföldi és a magyar mentalitás tekintetében a szeretetgyűjtés terén? Mielőtt megválaszolnám a kérdésed, én is köszönöm a cükkék nevében, és meg persze a nevében is részlet lenne az akcióban, és a kamera ellopta a sót a magyar gazdaságban. Az állandó non-stop személygyűjtő kamerázó, ezt szerintem senki nem tudta róla, ez a hobbija. Ahogy kiderült itt az előző beszélgetésekből, hogy engem kerestetek meg legelőször, de nem én mondtam rá először igent, és ennek nagyon egyszerű oka volt. Mindegyik életében szinte napi rendszerességgel érkezett felkérések, megkeresések, jó, és még jobb ügyekkel kapcsolatban, és ezért az ember egy picit elővigyázatos, hogy vagyok, mire mond igent, és egy picit szeret utána nézni a dolgoknak. Én megvallom őszintén, utána néztem a dolgoknak, és amikor én utána néztem, akkor derült ki számomra, hogy ez egy elképesztő dolgok. Valami fantasztikus dolgot hajtottatok végre, és tudom, hogy ezek a kis apró 1%-ok nem tűnnek olyan dolgoknak, de hogyha ezeket az 1%-okat felszorozunk tonnákba vagy mázsákba, akkor bizony látványos eredmények. És hogyha mi ebben tudtunk nektek egy picit is segíteni, akkor én azt hiszem, hogy kamerához hasonlóan mi is boldogsággal teli szemetelő emberekkel látunk, tehát mi is bizony ügyelünk arra, hogy szelektíven gyűjtsük, és nem is olyan nagy öröm forrással, hogy kamerában is átélhessük ennek az elképesztő dolognak a lelki részét. És én éltem Németországban, és valóban szerte beutaztam már az egész világot, és nagyon-nagyon sok országban szembesültem azzal, és ez egy nagyon furcsa dolog, hogy az embernek az emlékképei egy országgal kapcsolatban nagyon sokszor a tisztasággal, vagy a higiéniával, vagy az utcán látható kosszal, vagy személygyűjtési szokásokkal is azonosulnak. Tehát amikor az embernek beújt New York, akkor egy picit sem az jön be, hogy milyen szép tiszta város. Viszont amikor az embernek Japán ugrik be például, vagy akár egy északi állam, Skandinávia, akkor azonnal a tisztaság jön be nekünk. És nagyon jó egyszer Magyarország is, bár nem állunk rosszul, tehát azért vagyunk be, ez a 20-valány százalék nem hiszem, hogy világviszonylagban olyan rossz lenne. Legalábbis itt Európában lehet, hogy nem tűnik olyan rossz, de hogy összességében a világviszonylagban biztos, hogy nem vagyunk olyan rossz helyen, mint hogy azt is azért észre lehet venni, hogy ez Budapest sem olyan koszos, mint amilyenek az emberek, akik itt élnek, gondolják, mert nekem nagyon sok külföldi visszajelzés van, jártunk a városokban, jártunk Budapesten, és milyen szép tiszta. Lehet, hogy nekünk nem tűnik fel, mert mi itt élünk és mi megszoktuk, de egyébként Budapesten Magyarország nem áll olyan rosszul. De még egyszer mondom, hogy azért van még mit emelkedni, hiszen jól tudom, most 23%, ha jól láttam? 23 az az, hogy gyors fejszámolással 77% hiányzik még a sikerhez. Atya úrista, 77%, nagyon sokat kell még dolgozni, sok ilyen játékot kell kitalálni. Mi itt vagyunk és segítünk, hogyha kell, köszönjük szépen még egyszer a lehetőséget.